végighallgattam veletek a délelőtti gondolatokat, és úgy azon gondolkoztam, hogy János apostol a fiatalok számára azt írta a levelében, hogy erősek vagytok, az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ezt János apostol levelében megkereshetitek, ez tényleg a fiataloknak szól. De ezért kérdezem tőletek azt, hogy erről a délelőtti ítélet kérdésről valami jutott-e eszetekbe? Olyan, ami kérdés, ami javaslat, ami esetleg további kibontást igényelne még bennetek, vagy további kérdést, ami választ kíván. Én is emlékszem, mikor így 10-20 éves koromban ilyen kérdésről hallottam, akkor mindig úgy az jutott eszembe, hogy de hát, és mi lesz az én életemmel? Jó, véget ér a világtörténelem lassan, de azért még szeretnék egy kicsit boldogan élni itt, ha már egyszer ide születtünk, és nem mi döntöttük el, hogy ilyen korban akarunk születni, akkor legalább jó lenne egy kicsit azt a lehetőséget élni az életben, amire a Jóisten kezdetben teremtett bennünket. És egy kicsit a világ vége olyan akadálynak látszott előttem, hogy hát mit kezdjek én ezzel, amikor az én életem kibontakozását akadályoz ez az egész. Én így éltem meg. Nem tudom, hogy bennetek ilyen érzések vannak, vagy ti ezen már túl vagytok. Azt azért kérdezem, hogy látjátok-e azt, hogy az ítélet az nem tönkretenni akar valamit, megállítani akar csupán valamit, hanem a legszebb, legújabb, legreményteljesebb kezdetet akarja megteremteni. Tehát, hogy az örök életre mennyire tudunk úgy vágyakozni, hogy oda már nem akarunk semmiféle bűnt, hibát, bűnnel fertőzöttséget átvinni. Mert ott folytatnánk, ahol a teremtéskor Ádámnál és Évánál elrontottuk. Tehát ott szeretné folytatni velünk a Jóisten. Hadd hívjam föl a figyelmeteket olyanra, amire kívánnám az, hogy ti személyesen is kutassatok utána, ami az ítélet, Bibliának az ítélet kérdéséhez tartozik. Többen már lehet, hogy hallottátok ezt akár mástól, akár tőlem, hogy a Jóisten annyira bölcs volt, hogy az ószövetségi ünnepkört úgy alkotta meg, hogy abban benne legyen az új szövetség történelme. Ezt mennyire ismeritek? Hogy a legelső páska ünneptől a legutolsó sátoros ünnepig az őszi, illetve a tavaszi és az őszi ünnepeket úgy rendezte el a Jóisten a zsidók évenként ismétlődő ünnepkörében, hogy az új szövetségi megváltási terv ott van benne. Ismerős ez? Ezt a zsidók lehet, hogy akkor nem tudták még, de mi utólag látjuk az Isten bölcsességét benne. És tudjátok, hogy az ünnepkörnek volt egyetlen egy ünnepe, amelyikről különös módon szólt a Biblia, hogy ez a legnagyobb ünnep. Még szoktam ilyen délutáni ébresztő találós kérdést is föltenni, hogyha esetleg idősebbek között vagyok, hogy melyik a Biblia a legnagyobb ünnepe. Szokták mondani, hát a szombat. És én szoktam rá válaszolni, hogy nem az. És nyilván a találós kérdés erről szól, hogy van egy ilyen meghatározása a Bibliának, hogy ünnepek ünnepe, a legnagyobb ünnep. És ezt pont arra az ünnepre érti, amit így ismerünk, hogy a nagy engesztelési nap, ami, hogyha profétikusan rávetül a mi újszövetségi történelmünkre, akkor pontosan abban az időszakban élünk 1844-től Jézus második eljöveteléig. Tehát mi egy olyan időszakban élünk, amit a Biblia a legünnepélyesebb időszaknak tart. A világ történelme legünnepélyesebb időszakának. Nyilván tele van válsággal, most beszélgettünk róla ugye ma reggel, tele van válsággal az időszak. Akkor mitől ünnepélyes, mit gondoltok? Hogyha tele van válsággal, akkor mitől ünnepélyes? Miért az ünnepek ünnepe, hogyha ilyen bajokkal, válságokkal teli? Az ünnepély az olyan, hogy mindenki felöltözik ünneplő ruhába, és valami csendes, ünnepélyes összejövetelen alkalmon vesz részt. Itt viszont egy elég zavaros, káosszal teli világot látunk, ha kitekintünk, mindenféle válsággal, akkor mi ebben a legnagyobb ünnep? Az a legnagyobb ünnep, hogy az Isten egy olyan népet akar készíteni, olyan emberekből álló népet szeretne készíteni,
akiket, ahogy ebben az ünnepek ünnepe ószövetségi igeszakaszban, Mózes 3. könyve 16. fejezetében azt mondja erről, hogy megtisztultok minden bűnötöktől az Úr előtt. És nem tudom, hogy ilyen célunk szokott-e lenni, hogy úgy szeretnék minden bűntől megtisztulni. A zsidóknak volt egy ünnepköre, és ezen belül ugye naponként vihették az ő bűnrendező áldozatukat. Azért álltam meg egy picit, mert ugye nem egy ember viszi az áldozatot, ugye a Jóisten arra tanította az Ószövetségben az embereket, hogy nem ők kell, hogy az Isten kiengeszteljék. Ki az, aki engesztel? És kit? A pogányoknál úgy volt, hogy vitték a pogány isteneiknek az áldozatot, hogy kiengeszteljék az isteneiket. A Biblia Istene fordítva van. Ő akar bennünket békéltetni magával. Ő akar bennünket engesztelni önmagával. És ő hoz áldozatot azért, hogy mi lássuk, hogy mi mit okozunk a saját teremtőnkkel, hogyha ide jön emberként közénk, hogy mi megöljük őt. Ennyire tette tönkre ugye az embert a bűn, hogy tetszik, a vallásos embereket is ennyire tönkretette a bűn, hogy amikor ide jön a saját megváltónk, aki a teremtőnk, akkor mi megöljük. Ennyire becsültük őt. De ő mégis ezzel együtt szeretne bennünket minden bűntől megtisztítani. Hogy fogjon hozzá? Tehát mit tegyen? És egy kicsit erre hadd irányítsam a figyelmeteket, de közben gondolkodjatok bármikor is, jelentkezzetek egy-egy kérdésre. Nyugodtan. Tehát ezt továbbra is fönntartom, ne kelljen kérnem benneteket. Hogyan érint bennünket? Itt most elmegyünk, most 2014, október 25-e van, és elmegyünk innen, és mit kezdjünk mi azzal az ítélettel, ami folyik a mennyben, mi meg itt élünk a földön? Hogy érintsen ez bennünket? Vagy mit tesz mást Krisztus értünk emberekért? Éljük a napjainkat. Reggel fölkelünk, elindulunk iskolába, munkába, tanultok, készültök, dolgoztok, ki mit. Telnek a napok, és közben mi történik? Tehát a mennyben folyik az ítélet, ezt úgy elismerjük a Szentírásból, de nekünk pedig mi közünk van hozzá? Hogy érint ez bennünket? Hogy lesz ebből valami minden bűntől való megtisztulás? Hogy fog ez végbe menni? Tudjátok, hogy Krisztus, most hagyj szaladjak egy kicsit a kérdésben előre. Tudjátok, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni? Nyilván dátumot én sem tudok. De van-e olyan esemény, amit meg lehet nevezni, ami az ítélethez kapcsolódó esemény, ami létrehozza Jézus második eljövetelének a lehetőségét? Mert ő tudja, hogy mikor fog eljönni, mi nem tudjuk. De ő mire vár? Jelenések könyvében az ítéletről szóló részek nagyon szépek, nagyon érdekesek. Ott van például a 7 levélből, a 6. levélnél, hogy van egy megnyitott ajtó, ez is utal arra, hogy megnyílik a mennyei szentek szentjének az ajtaja. Tehát egy olyan világosság árad az emberi életre és gondolatokra, hogyha valaki a Szentírásból ezt felfedezi, és a valódi történelemben is felfedezték pont akkor, amikor a Filadelfiai levél jelzi a történelmi időszakot, hogy felismerték, hogy Krisztus mit végez értünk a mennyben. Nyilván az, hogy mi történt itt a Földön 2000 évvel ezelőtt, azt elolvashatjuk az evangéliumokból. De az, hogy most a mennyben, ha követni akarjuk Krisztust, ugye követik a bárányt valahová megy, tehát ha mi követni akarjuk Krisztust, a mennyei szolgálatában, akkor is kérdések jelennek meg bennünk, hogy én itt élek a Földön, de a gondolataim valahol a mennyben járnak. Sokszor? Vagy csak néha? Vagy ritkán? Vagy soha? Tehát valamikor kapcsolatot akarunk keresni azzal a Krisztussal, aki a mennyben végzi ezt a szolgálatot. És hogy megnyílik egy olyan ajtó, amit senkiben nem zárhat, ő bezárulik egy olyan, amit senki meg nem nyithat. Nyilván a földi ajtókat lehet nyitni, zárni, mennyeit nem tudjuk. Aztán Jelenések könyvében, ha tovább megyünk, akkor a 6. fejezet végén ugyanennél a kornál, ha megállunk, akkor azt találjuk, hogy fölteszi a kérdést ott a 6.
pecsét felbontásánál, hogy eljött a bárány haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. És itt olyan ijesztő, hogy harag. De játékosan szoktam ezt is kérdezni, hogy bárányjal találkoztatok-e már? És láttatok-e már haragudni a bárányt? Tehát ingerelhető egy bárány. Tehát nincs ingerelhető haragja, hanem azt érzékelteti, hogy az a bárány, aki az ítéletet végrehajtja, ő a legszelidebb. Ez egy tiszta, szelíd igazságszolgáltatás. De tiszta, de igazságszolgáltatás. És tökéletes. És itt egy picit meg is állok, mert tudom, hogy nagyon sokszor ott van az a kérdés bennetek, találkozom vele gyakran, hogy hát mi lesz velem? Hát az ítéletben most akkor én hogyan fogok majd megállni? Megállok én, vagy szorongjak, vagy ne szorongjak? Most győzni fogok, vagy nem fogok győzni? Engedjetek meg egy nagyon egyszerű kérdést. Krisztus szeretné jobban a mi örök életünket, vagy mi szeretnénk magunk számára az örök életet? Ki szeretne jobban örök életet? Krisztus számomra, vagy én magamnak? Mit gondoltok? Ki szeretne jobban örök életet? Krisztus nekem adni, vagy én magamnak kapni? Ugye Krisztus szeretne számomra adni. Ez csak azért, hogy gondolkodjatok egy kicsit, hogy mi aggódunk valamin. Hát valaki jobban akarja nekünk adni, mint ahogy mi vágyni tudnánk rá. Nincs kellő fogalmunk arról, hogy mire vágyhatnánk. Nincs kellő elképzelésünk, hogy az örök élet az mennyire kívánatosabb annál, mint ahogy mi az elképzeléseinket, tehát erre rá tudjuk irányítani. Az örök életre nézve, még ha az ítéleten most egy kicsit túllépek, az örök életre való vágyódás. Elmondok nektek egy egyszerű kis kérdést. Hogyha ugye fiatalok vagytok, ha egy fiú udvarol egy lánynak, eljön az esküvőnek az ideje, és ugye az esküvő után nem sokkal ugye nászútra szoktak indulni a fiatal pár, és hogyha a fiú mondjuk valami oknál fogva titokban tartja, hogy hova mennek nászútra, meglepetésnek tartogatja, nem beszél róla mondjuk, elmegy vele a ifjú feleség? Nyilván ez egy kicsit sarkított kérdés, de azért úgy képzeljük bele magunkat egy ilyen egyszerű helyzetbe, hogy elmegye a fiatal feleség a férjével nászútra, hogyha a férj nem mondja meg, hogy hova. Elmegy, vagy nem megy? Várom a lehetőségeket, a válasz lehetőségeket. Nyilván érzitek, hogy itt van valami egyszerű kis motiváció a dolgok mögött. Tessék? Elmegy. Mikor? Vagy miért? Mondod ezt te leendő lányként. De igen. Na, itt van egy indoklás. Tehát ismeri annyira, hogy megbízik benne. Jó. Elmegy. Igen. Na most nyilván a válasz azért itt megjelent, hogy azért mondom ezt, hogy egy kicsit most csak érlelődjön bennünk valami. Olyan, hogy a mennybe való vágyakozás gondolata hozta ezt, felszére ezt a kérdést, mert egy ilyen helyzetben, hogyha valaki nagyon szereti a másikat, ha nagyon megbízik benne, ha tudja, hogy csak olyan származik a másiktól, aminek biztos, hogy örülni fogok, akkor ebben az esetben nem gondolom, hogy kérdés marad. Csak ugye kevés az ilyen férfi, azt kell mondjuk. Viszont Krisztus nem olyan, mint mi. Tehát ő tökéletes. Tehát ő nem játszik az emberek érzéseivel, ő nem vezeti félre a másikat, az ő szava áll. És azt találtam egyébként János Evangélium a 17. fejezetében, éppen Jézus maga mondta azt, hogy az örök élet az nem arról szól, hogy hova megyünk. Csupán nem arról szól. Megint sarkítom még a kérdést. Nem az a nagy kérdés, hogy hova. Az is kérdés, de nem az a legnagyobb kérdés, hogy hova. Hanem az, hogy kivel. És hogyha olyan valakivel, akiben maximálisan megbízok, rá tudom bízni magamat, akkor ha keveset mond is a leendő örök életről,
akkor tudom, hogy ha valaki az életét adja, hogyha valakinek olyan sokat ér az én életem, hogy önmagát adja értem, csak azért, hogy mentsen, csak azért, hogy örök életet adhasson. Azért, mert ugye szoktam ezt is kérdezni, hogy mennyit ér egy ember? Mennyit értek ti? Egy ember mennyit ér? Nem a testi, anyagi vonatkozásunkban kérdezem, hogy összeszámjuk, hogy 8 pennit. Mennyit ér egy ember? Mennyit, ha elmentek egy boltba, mennyit ér egy tárgy, amit megvesztek? Amennyit kifizetünk érte. Mennyit ér egy ember? Amennyit kifizettek érte. Tehát ennyit ér egy ember. Tehát értékeljük ennek megfelelően az ember életet, magunkat, magatokat. Tehát, és ennek megfelelően jó bánni a saját életünkkel, hogy ennyit érek. De a saját életünket ugye terhelik hibák és bűnök. Engedjetek meg néhány rövid, szinte címszerűen összefoglaló gondolatot, aztán ti otthon, ha van indításotok, utassatok utána. Az Ószövetségben a zsidók honnan tudták, hogy mi az, hogy bűn? A bűnnek a fogalmát honnan lehet tudni? Érted, tartalmilag honnan lehet tudni, hogy mi a bűn? Kéznél van. 10 parancsolat. És hogyha a 10 parancsolatot valaki megtanulja, onnantól fogva a saját életére nézve tudni fogja, hogy mikor hágja át? Mert mi hiányzik még? Tehát tudjátok-e mondjuk a 10 parancsolatot? Ez az egyetlen terület, amit az Isten először is nem bízott arra, hogy más írja le, ezt a saját ujjával írta. És a lelkiismeret alapján dönthették el, erre volt egy történelmi pedagógia, nem tudom, mennyire fedeztétek fel, hogy a Jóistennek nem csak a mi személyes, néhány évtizedes életünkre nézve van terve, hanem a Jóistennek van egy olyan példája is, ha úgy tetszik, ami az el nem bukott lények számára is tanítás. Például az özönvíz előtt volt-e írott 10 parancsolat? Vagy volt-e bármiféle olyan törvény, amihez mondjuk, mint írásban szabhatták volna magukat az emberek? Pont a kérdése, tehát lelkiismeretre volt bízva, tehát a szabadságot annyira megadta az Isten, hogy a bűn bejövetele után is kapott még az ember szabadságot, hogy lássuk, hogy a bűn fertőzése és a szabadság megléte mit hoz létre? Lelkiismeretre van bízva. Mi lett ennek a vége? Egy viszonylag gyorsan bekövetkezendő ítéletet kellett az Isten végrehajtson, mert az ember gonoszság annyira megsokasult, hogy minden a szíve minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Tehát a szabadsággal mi nem tudunk, ha bűnnel fertőzöttek vagyunk, a szabadságot sajnos ösztönszerűen visszaélésre használjuk. Tehát egyszerűen az élet pusztítására használjuk. Ez a gond, hogy a bűnnek van egy olyan jellege, amivel amit nem veszünk elég komolyan. Tehát azt gondoljuk, hogy játszhatunk vele, holott nem, mert legyőz minket. Tessék. Én nagyon örülök, hogy felvetetted ezt a kérdést, hogy mi a bűn, mert a délelőtt is arról beszéltünk, hogy a bűn Isten nagyon komolyan veszi, és nekünk is nagyon komolyan kell venni, mert a számlákat nem veszük idejében. Itt nincs elfelejtés, vagy nincs elmagyarás az Isten ítélőszék előtt. Akkor egy érdekes mondatot idézek, ezt én is Ellen White-nál olvastam, és annyira megvilágosító mondat. Azt írja, hogy amíg nem volt bűneset, addig a mennyei lények azt sem tudták, hogy a szeretet az törvény. Ők olyan természetesen éltek ebben, hogy meg se fordult bennük, hogy ez törvény. Mikor a bűn megjelent, akkor derült ki, hogy ez az illet a boldogság a fejlődés törvénye. És megöltődik az ember, akkor egész más következik. És sokan azt mondják, hogy hát a bűneset után is hát nem elég azt, hogy Isten azt mondja, hogy szeretet történik. Mire jó a 10 parancsolat? Azért, mert az erkölcsi felfogó képességünk megromlott. És mi nekünk a számba kell rágni, hogy mit jelent a szeretet,
Isten iránt egymás iránta. Ha ez nem történik meg, akkor mi olyan ügyesen tudunk kibújtálni is, és értelmezni a dolgokat. Tehát az isteni törvénynek ott kell lenni a maga erkölcsi következetességével, hogy mi ne tudjuk kiátszani saját magunkat is, meg az Isten törvényét is. És ezért nagyon fontos az a zsoltárjuk, amelyik azt mondja, hogy boldog ember, aki az Isten törvényéről gondolkodik ilyen és nappal. Nyilván ez költői megfogalmazás, tehát kiélezett megfogalmazás, de én azt hiszem, messze vagyunk attól, hogy eleget gondolkozunk a törvényről, és az nekünk, mintha lábbetűkkel lenne írva, úgy lenne előttünk az Isten törvénye, és hogy én mindig előttem legyen, hogy a bűn az nem játék, a bűn az komoly dolog, és Isten is komolyan vesz, és nekem is komolyan kell vennem, és vagy rendezem, vagy terhel az ítéletkor. Látjuk, hogy a lelki ismeretet, hogyha a Biblia alapján megnézzük, hát vagy négy fajtát találunk mindjárt. Tehát találunk olyat, hogy gonosz lelki ismeret, erőtelen lelki ismeret, fertőzött lelki ismeret, meg jó lelki ismeret. Most ha ennyiféle lelki ismeretet tudunk mi felsorakoztatni, akkor valahol érzékelhető az, hogy nem tud minden emberben abszolút mérceként ott lenni, mert a lelki ismeret torzítható. És hogyha van egy törvény, amiben én belenézek, de ha közben a lelki ismeretem nem szólal meg, akkor viszont nem látom meg azt, hogy én hol vagyok az áthágója. Ismeritek ezt a jelenséget? Hogy tudom mondjuk a 10 parancsolatot, megtanultam. Figyeljétek meg egy történet. Oda jön Jézushoz a gazdag ifjú, és a beszélgetésnek nem minden részletét, csak néhány hangsúlyos részletét idézem. Azt mondja a gazdag ifjú Jézusnak, amikor a parancsolatokról van szó, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ugye ezt mondja Jézus, ez mondja a gazdag ifjú, megtartottam mindezeket ifjúságomtól fogva. Jézus előtte azt mondja neki, hogy a parancsolatokat tudod. Parancsolatokat tudod. Ha úgy tetszik, ez elismerés. Parancsolatokat tudod. Nekünk mondhatná, nektek mondhatná Jézus egy ilyen személyes párbeszédben, hogy a parancsolatokat tudod. Én azt gondolom, hogyha tényleg mi az Istenről beszélő vagy gondolkodó emberek vagyunk, akkor méltó, hogy ha már 10 újat kaptunk, és 10 parancsolatot, akkor mindegyikre jusson egy. Tehát nagyon kéznél legyen a 10 parancsolat, mert akkor nem felejtjük el, ha kéznél van. És mondhatná Jézus nekünk azt, hogy a parancsolatokat tudod. Ez az ifjú, ezzel a önvallással, amit ő mondott magáról, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva, mire ment? Tehát hogyan zárult Jézussal való beszélgetése? Tehát önmagában a parancsolatok ismerete helyrehozta az életét. Sőt, egészen addig kérdezem, hogy amikor azt mondta magáról, hogy megtartottam, úgy tűnik, hogy valahol mégsem volt igaz. Miért? Valami nem jól működött mégis az életében, pedig magáról ezt gondolta, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva. És még kérdezés, mi fogyatkozás van még bennem? Finoman ott van a sorok között talán az, hogy nincs már több fogyatkozásom. De azért kérdezem, mert így illik megkérdezni. És Jézus, úgy elkezdtem gondolkodni ezen a beszélgetésen, nem azt mondta, hogy te már az első parancsolatot sem veszed komolyan. Jézus annyira finoman, tapintatosan fejezte ki, hogy az első parancsolat áthágulja, vagy amelyik hogy hangzik. Mire hívja fel az első parancsolat a figyelmet? Igen? Volt-e a gazdag ifjúnak idegen istene? Rögtön a vagyon, ugye? Tehát ha úgy tetszik, már az első parancsolattal baj volt, de mégis ő azt mondta, hogy megtartottam, ifjúságomtól fogva. Pedig már az elsővel baj volt. Tehát itt van szükség valami olyan dologra, amit a lelkiismeret területére utalnék, mert ha nem jól működünk belül, a lelkiismeretünk nem jól jelez, nem jól rezdül, nincs összhangban az Isten erkölcsi törvényével, akkor hiába tudom a parancsolatokat, mégis áthágója leszek. És önmagában viszont én meg se tudom tartani ráadásul. Tehát az emberi erő, képesség, elhatározás, teljesítmények, mondhatnám azt János apostol után, hogy ugyan erősek vagytok,
de annyira nem, hogy a törvényt meg tudjátok tartani. Erre képtelenek vagyunk. Ehhez segítség kell. Kiáltanunk kell hozzá, hogy ments meg, Uram, mert elveszek. De a lelkiismeretünk oda köttetik, hogy azt mondja a jó lelkiismeretről, hogy Péter apostolnál olvashatjuk, hogy, hogy az nem a testszennyének, a keresztség nem a testszennyének a lemosás. Ugye láttatok már keresztséget? Mindjárt. Na, az nem a testszennyének a lemosása, hanem mi. A lelkiismeret témában, ha gondolkodunk, hanem mi. A keresztség nem a testszennyének a lemosása, hanem mi. Jó lelkiismeret kérése Istentől. Nem tudom, hogy erre fölhívtátok már magatok figyelmét, vagy egymás figyelmét, hogy kérjünk jó lelkiismeretet az Istentől. Olyan lelkiismeretet, amelyik jelez, hogyha jeleznie kell, amire, ha akarok, hallgathatok, amelyik összhangban van az ő törvényével. És ha jelez, akkor viszont tudom azt, amikor áthágom. Nyilván a törvény nem arra való csak, hogy az áthágást jelezze, hanem hogy Krisztusra vezérlő mesterünké legyen. Hogy lássuk meg Krisztusban is a törvény betöltését. Az ő jellemének a szépségében lássuk meg. Ne önmagában egy, ha úgy tetszik, ne törvényeskedők legyünk, hanem Krisztus követők legyünk. De mert Krisztus a törvény betöltője volt. Az ő életében ott van a törvény betöltése, és szép az élete. És kívánatos és vonzó az élete. Tehát nem csak valami ellenküzdő, ilyen törvény által elmarasztalt dolgok ellenküzdők legyünk, hanem a Krisztus jellem szépségét lássuk meg, mert oda irányítja a figyelmünket a törvény. És hogyha ez megvan, akkor ha valaki áthágja a törvényt, akkor mi történik? Mondjuk szaladjunk vissza megint időben, gondolatban az Ószövetségig. Mi történt akkor, ha egy zsidó ember eszébe vette, hogy ő eszébe jutott, hogy áthágott egy törvényt? Mózes harmadik könyvét elkezditek olvasni, különös, hogy ott a törvény fajták elején legtöbbször azt olvassuk, hogy ha valaki rájött, ha tévedésből vétkezett, vagy rájött, hogy hibázott. Sokszor nem azonnal tudjuk mi, hogy hibázunk, hanem mikor már elkövettük, utána jövünk rá, hogy hibáztunk. Mit mond Dávid a Zsoltárában? Mi történik akkor, hogyha valaki, egy szabadulni vágyó ember elkövet valami hibát? Tényleg az Istent követni kíván, ember elkövet egy hibát, egy bűnt. Mond egy gondolatot az 51. Zsoltárban Dávid, a Zsoltáríró. Az én bűnöm szüntelen előttem forog. Nem megy ki. Akár merre nézek, akármit csinálok, egyszerűen ott forog előttem. Vagy más megfogalmazásban szintén Dávid, a Zsoltáríró írja, olyan, mint valami teher a vállon. Ez a bűn. Amit egyszerűen nem úgy van, mint egy, ha vittetek már esetleg krumplit, vagy valami homokos zsákot, vagy bármilyen zsákot a hátatokon, nem tudom, vittetek, lerakjátok akárhova, amikor elfáradtok. A bűnteher nem ilyen. Nem tudod sehova lerakni, nem megy le. Nem megy le. Egyetlen egy helyen ment le csak. Egyetlen egy helyen. Ezt rendelt el a Jóisten, ugye a jeruzsálemi templomban. Aztán ugye korábban még a Szent Sátorban, amíg vándoroltak, aztán ugye a templomban, hogy oda kellett vinni az oltárhoz, és egyetlen egy helyre lehetett letenni ezt a bűnterhet, amit éppen Nóri mondtál is, arra az ártatlan bárányra, amit az áldozat vivő vitt oda. Illetve hát nehéz ezt meghatározni, mert direkt azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy nem is ő vitte az áldozatot, hanem ő érte, hozta az Isten. És oda tudta csak letenni. És látta azt, hogy az ő saját bűne megöli azt az ártatlant. És innen a vér bejut a templomba, és a templomba bekerült vér jelképezte azt, hogy minden bűn odahárul az Isten szín elé, és az évenkénti nagy engesztelési napon, amiről azt beszélgettük, hogy ünnepek ünnepe, akkor egy összegben eltöröltetett. És visszahárult Sátánra, a felbújtóra. De ami el is hangzott, hogy egyetlen egy bűn sem megy el, csak úgy a semmibe. Tehát elveti az Isten, de nem a semmibe veti el, hanem valakit mindig terhel. Vagy engem, ha nem akarom, hogy engem terheljen, akkor terhelje azt, ahova letehető a bűn, azt az ártatlan bárányt, aki Krisztust jelképezi. Ha viszont ő rá tudtam helyezni, hogyan? Nem tudom, erről van valami gondolatotok, hogy hogyan lehet Krisztusra helyezni a bűnt? Hogy megy ez végbe? Ítélet. Ítéletről beszélgetünk. De szeretnénk szabadulni. Sőt, minden bűntől szeretnénk szabadulni. Ez a cél.
Sőt, az Isten szeretne minden bűntől megtisztítani bennünket. Ez a cél. Igen. Igen, igen, igen. Próbáltam a Krisztus szeretésével kezdeni a délutáni beszélgetést, mert ha valaki nem látja Krisztust, mint a megváltóját szeretetre méltónak, akkor a bűneivel való harc az nagyon, nagyon gyötrő lesz, vagy éppen nem is lesz. Tehát félelemből, számításból, érdekből nem működik az örök élet reménysége. Csak akkor, ezért tettem fel a kérdést, csak akkor működik, hogyha szeretem azt, aki az örök élet adója. Hogyha vele szeretnék, ha tudok szeretni vele egy örök életen át együtt maradni. Kívánkozom az ő jelenléte után. Akkor még hadd zárjam be ezt a gondolatkört. És aztán persze, ha van kérdésetek vagy gondolatotok, folytassátok. Az nagyon foglalkoztatott engem már régebben, hogy mi az, ami bennünket késztethet arra, hogy egy ilyen szinte, én nem is tudom, hogy kívánatosnak mondható célt az ember akarjon elérni. Tehát mondom, ez nem csak ennyit jelent, most nem találok jobb szavakat, így tudom mondani, hogy a Biblia is mondja, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát szoktatok ugye izzadtan, koszosan hazamenni, és egy jót zuhanyozni, vagy fürödni. Tehát ez egy jó leső. Tehát az Isten munkája nem más, a gond abban van, csak lelkileg végzi. A gond abban van, hogy a bűnnek van ideig óráig való gyönyörűsége, és mi ezt megszoktuk. És azt gondoljuk, hogy az nekünk kell, és nem tudunk jobbat, igazabbat, nemesebbet, magasztosabbat elképzelni, hogy létezik olyan öröm, amit még, ha úgy tetszik, Vörös Marti Mihály is olyan jól megfogalmazott, hogy nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
hogy mi az, mi embert boldoggá tehetne. Kincs, hír, gyönyör. Ismeritek ugye ezt a versrészetet. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Tehát ameddig nem tudjuk, hogy tényleg ez a szívöröm micsoda, vagy mi az, amit a Biblia fogalmaz, ilyen talányos mondás, hogy Szentlélek által való öröm. Ízlelgessük, ha tartalmat most hirtelen nem is tudunk beletenni, de ízlelgessük, mert ha valaki ebbe belekóstol, akkor elkezd ez a belső átértékelődés belülről végbe menni, anélkül, hogy bármiféle emberi erőfeszítést kellene tenni érte. Tehát valami olyat kell megkóstolni, ahogy Jézus beszélgetett a samáriai asszonnyal. Emlékeztek, hogy kezdődik Jézusnak a beszélgetés, hogy asszony, adj innom. Tehát Jézus kifejezi azt, hogy én szorulok a te segítségedre. És közben nem, hanem fordítva van a valóság, de a bizalom bizalmat ébreszt, és egyszer csak az asszony mondja ki a beszélgetésnek egy későbbi pontján, hogy add nékem azt a vizet, amiről te beszélsz. Mert abban van valami, olyan több, amit eddig nem gondoltam. És Jézus itt fed egyébként. Pont amikor nyitva van az asszony, hogy add, akkor Jézus fed. De olyan tapintattal, hogy csak annyit mond, hogy menj, hívd a férjedet és jöjj ide. Ugyanennél a pontnál fed egyébként Nikodémost is, ha már a bűntől való szabadulásról beszélünk. Mind a két embert, pedig egymás mellett van az evangéliumi leírás, János evangélium a harmadik, meg negyedik fejezete, mind a két ember pedig az egyik egy lenézett, mindenki által lenézett asszony, a másik pedig mindenki által tisztelt tanító. Két teljesen különböző ember. Mégis van egy érdekes lelki törvényszerűség, hogy Jézus a feddést, tehát a bűnre való felhívást akkor intézi, amikor mind a két embernek a lelke úgy nyitva van, hogy add nékem. Nikodémust ezt úgy fejezi ki, hogy mi módon lehetnek ezek, amiről te beszélsz, hogy mehet ez végbe az én életemben? Mi módon lehetnek? És Nikodémusnak ugye, mivel tudós ember, ezért erősebb, nyíltabb a feddés, azt mondja Jézus, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ugye egyenes a beszéd. Az asszonynak finomabb, azt mondja, hogy menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Itt a lelki ismeretre van bízva. Mert az asszony magától mondja ki, amit Jézus nem akar feddésként mondani, hogy nincs férjem. Jól mondtad, 5 férjed volt, a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Félig kimondott igazságot Jézus kétszer dicséri meg, de segíti. Tehát finom, tehát ahogy Jézus bánik az emberrel, az egy csoda. Ha ezeket a finom megnyilatkozásokat mi örömmel tudjuk venni, hogy ilyen a Jézusi jellem, így bánik velünk, így bánik az emberekkel, mi is így szeretnénk bánni. Mert vonzó az a lelki magatartás, hogy az igazsággal nem csak, hát Péter volt ilyen, aki az igazsággal le akarta csapni Málkusnak a nyakát, csak a fülég jutott akart. Tehát nem az volt a szándék, hogy egy jó vágással épp a füle sikerüljön. Tehát a szándék nem ez volt. Ott nyaklevágás volt a szándék. De ha már Péterről szólok, nézzétek meg egy nagyon szép példát, hadd mondjak még Péternél. Péter Jézus tanítványa volt, ugye? Szerette Krisztust Péter? Szerette Krisztust? Hát természetesen, nagyon. Mennyire szerette? Amikor elmentek, elhagyták Jézust a nagy sokaság, amikor Jézus úgymond kemény beszédeket mondott, akkor megkérdezte a tanítványt, hogy ti is el akartok-e menni? És Péter mit válaszolt? Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Az örök élet beszéde van te nálad. És figyeljétek meg, hogy Péternek, amikor ilyen nagyon szép nyilatkozata van, meg gyűjthetnénk a többi nagyon ünnepélyes és komoly Krisztus számára is Krisztus felé, ahogy kifejezte a gondolatait, a nagyon tiszta gondolatait, akkor Péter egyszer csak oda jut, hogy azt mondja neki Krisztus, hogy te az életedet adod érettem. Mert Jézus mondja nekik, hogy elhagytok engem, és Péter állítja, hogy nem, ő majd az életét is adja. Ha mindenki elhagyja, ő nem. És Jézus azt mondja, az életedet adod érettem. Hát a kakas mire megszólal, addigra te 3 tagadáson leszel túl. Tehát Péter állítja, hogy ő kész halálra menni Krisztusért. Annyira szereti, hogy az életét se sajnálja. Mondanám azt, hogy ezt gondolta Péter magáról. Önmagáról. Figyeljétek meg, már a második történetnél járunk, hogy a gazdag ifjúnál is ezt látjuk, hogy gondol valamit magáról.
Péter is gondolt valamit magáról. És amikor Krisztus mondja neki, hogy te kész vagy, kész leszel engem megtagadni, akkor Péter ezt nem fogadja el. Rakjátok össze a történetet. Mit mondott Péter korábban? Nálad mi van, Krisztus? Az örök élet beszéde. Na, mit nekem mondasz, az nem igaz. Nem? Ez jelenik meg? Hogy ha te nekem azt mondod, hogy én kész leszek megtagadni téged, az nem igaz, te tévedsz. Akkor hogy az korábbi megnyilatkozásával ez ellentmondásban van, ugye? Tehát örök élet beszéde van te nálad, ez ugye általában. De amit most nekem mondasz, azzal tiltakozom. Tehát ilyen ellentmondásosak tudunk mi lenni emberek. Úgyhogy persze, hogy Krisztus szeretni lehet, meg jó a törvénye, tehát minden vallásos szólamot elismerünk, de amit nekem mond, azt nem mondja. Tehát engem azért ennyire ne akarjon kezelni, ne szóljon bele az életembe. Tehát, és Péternek bele kell mennie abba a helyzetbe, hogy rájöjjön arra, hogy amikor Krisztus ugye imádkozik, ugye az imádságnak a nagyon nagy területére érdemes lenne a figyelmünket irányítani, hogy Jézus miért imádkozott háromszor ugyanazon szavakkal? Egy kicsit az ő küzdelmére most átteszem a hangsúlyt. Miért kellett neki háromszor imádkozni ugyanazon szavakkal? Hát egyszer nem elég elmondani valamit, az Isten nem hallja? Az Atya nem hallja? Miért kellett háromszor és ugyanazon szavakkal? Kinek volt erre szükség, hogy ugyanazon szavakkal imádkozzon Krisztus? Mi volt Krisztusban, amit lehet, nem tudom, értitek-e azt, hogy a lelkünkben miféle dolgok mennek végbe? Jézus háromszor imádkozott ugyanazon szavakkal. Miért? Ugye azt írja a Biblia, hogy Jézus egy rövid időre kisebbé tétetett az angyaloknál is. Olyan állapotban találtatott, mint mi emberek. És az ő testi mi volta, ugyanúgy visszariadt a szenvedésektől, mint ahogy mi tennénk. Pedig korábban milyen könnyen bejelentette azt, hogy ő majd fölmegy Jeruzsálembe, ott őt megverik, kicsúfolják, és megölik, és harmadnapon föltámad. A bejelentés úgy tűnik, hogy olyan könnyen ment. De mégis, amikor ott volt az éles helyzet, és erre akartam az előbb kérdezni benneteket, hogy voltatok-e már, mondjuk, nem tudom, melyikötöket műtötték már valamire. Voltatok-e már olyan, hogy műtöttek benneteket valamire. Ugye, amikor előre beszél valaki arról, hogy majd megműtenek. Most egy kicsit csak az érzés szintjét kérdezem. És mikor ott vagytok közvetlenül már, hogy már percek, akkor kezdődik az, hogy egy ilyen lelki küzdelem, hogy na most ezt hogy fogom átélni. Nem tudom ezzel finoman érzékeltetni azt, úgy érzékletessé tudom-e tenni azt, hogy bejelenteni valamit előre könnyű. Na de ugyanazt átélni, személyesen, ott benne lenni, az egy elképesztően nehéz küzdelem. És ezt nem tudom, mennyire tudjuk átérezni, hogy ezt Krisztus értünk végzi, értünk élte át. És miért mondom ezt el? Azért, hogy Jézusnak az ima küzdelmében nem voltak részesek a tanítványok. Ennyiben nagyon is így van, hogy jó példát szeretett volna adni a tanítványoknak, de a saját lelke, hogy a saját benső belenyugvása történjen meg, mert amikor van valami nagyon nagy feladatotok, és tudjátok, hogy na most ezt szeretném, és közben jönnek a problémák, a terhek, a nehézségek, a küzdelmek, akkor sokszor úgy vagyunk, hogy feladjuk, nem? Aha, hagyjuk abban, ne csináljuk végig. Inkább nem. Tehát, hogy Krisztusnak ne ez legyen majd a küzdelemnek a vége, hogy nem, ez nem megy. És akkor nem éri el a célt. Ez nekem túl nehéz. Hanem teljesen rá tudott hagyatkozni. A korábban már az Atyával békesség tanácsa volt kettőjük között, de mégis, hogy itt a legnehezebb pillanatokban is rá tudjon hagyatkozni, és hogy el ne jöjjön az a pillanat, amikor ő elbizonytalanodik a küldetésében. Ott volt Péter, és Péter miatt is mondtam el ezt a történetet, Péter apostol miatt, a tanítványa miatt. Aki ott volt a Getsemáni kertben, jönnek a katonák, és Péter kész volt ugyanannak a küldetésnek a megértésére, amire Krisztus kész volt. Péter csak egy emberi szeretettel szerette a megváltóját. Szerette őt. Emberi módon. És jöttek a katonák, akkor emberi módon kardot rántott, és meg akarta védeni a saját szeretet mesterét. Ennyire futja az emberi szeretet. Csak úgy játékosan mondom, hogy azért a Málkus fülének a gyógyítása az egy hatalmas dolog volt, mert mondjuk Málkus esetleg elment volna Jézust feljelenteni, hogy engem meg akartak ölni. Hol? Hát levágták a fülemet. Hol? Mutasd a bizonyítékot. Hát visszarakta. Meggyógyított. És ezt öltétek meg?
Tehát nagyon érdekes jeleneteket lehet ezekből a finom részletekből kidomborítani. És utána ez a Péter, amikor a főpap udvarában elárulja a mesterét, akkor milyen történet játszódik le? Az a Péter, aki korábban azt mondja, hogy meghalok érted, kész vagyok, az a Péter miért tagadja meg Krisztust? Miért tagadja meg, ha ezt ígéri? Miért tagadja meg? És Krisztus miért nem tett érte többet? Miért nem akadályozta meg ezt a takadást Péter életében? Nem tudom, szeretnék valamit ízleltetni veletek. Nagyon sokszor az Istennek meg kell engednie, hogy ha a lelkünk nem jól működik, ha a szemeivel való tanácsolásra nem hallgatunk, akkor beleenged minket egy olyan helyzetbe, hogy erősen lássuk meg, hogy mire vagyunk képesek nélküle. És onnantól előttünk fog forogni az a hiba. Ott fog előttünk forogni. Tessék. Törvényszerű, hogy mindig ennyire fájdalmas? De most a fájdalmas részre hogyan gondolsz? Tehát melyik részét mondod fájdalmasnak? Mint ahogy Péter, hogy keservesen sírt utána? Tehát, hogy ennyire nehéz helyzetekben csak meglátni azt, hogy valójában mit élnek vagyunk, vagy ezért létezik olyan is, amikor belátjuk nem ennyire kemény leckék állán, és azt, hogy ez nem fog menni az Isten nélkül. A bűntől való szabadulásnak egy törvényszerűségét lehet itt látni. Tehát Krisztus elmondja Péternek korábban azt, hogy te, mire a kakas megszólal, megtagadsz engem. Hogyha ezt Péter komolyan veszi, hogy Krisztusom, én erre lennék képes komolyan? Te ilyennek látsz engem? Tehát, hogyha kellően érzékeny a lelkünk, akkor megállunk a krisztusi szónál, és a szót fogadjuk. Ez a szó, fogadás. Akkor fogadjuk a szót. És akkor elkezdünk gondolkodni, hogy már a szavadat komolyan veszem, nem kell nekem a fájdalmas élethelyzet, komolyan veszem a szavadat. Tessék. Azt mondja, hogy a Jóisten a szemekben szeretne valátolni, mint ahogy mi is, ha sokszor valakire rátekintek már ilyen kérdéket mondani. Utána azt mondja, hogy ne legyetek oktalmak, mint a szamár és a ló, amelyek kantára és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közvetlenül jóhoz. Tehát a Jóisten egyáltalán nem kívánja, hogy milyen szívatszokra szembesülünk magukkal. Ha szembeli tanácsolásra nem ismert első jelzéseiket hallgatunk, akkor ezekre nincsen szükség. De még javasolnám, hogy kicsit még az ítélethez talán térjük vissza, fölvetnénk egy gondolatot, és pedig azt a gondolatot, hogy ugye az Ószövetségben tegyük majd hálára, hogy jelképesen a mennyei szentélyre hájt, illetve bocsánat, a földi szentélyre hájtották a bűnt az áldozati állat vérével, és egy év egyszer azt rendezni kellett. És gondolni kellene, hogy milyennek a megfelelője a valóságban. Ugye ezek most életpéldák voltak, amiket a gazdag ifjúból, Péter életéből vettünk, és azt olvasjuk, és ugye mi is itt vagyunk az életben, és élünk. Nem tudom, hogy Krisztus a szemeivel és a szavával tud-e minket tanácsolni, mert nem kötelező belemennünk az ilyen bajokba, de ha belemegyünk, akkor az a veszély fenyeget bennünket, hogy elfogy a hitünk. Ahogy Péternek is ugye mondta Jézus, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, mert sokszor, amikor csalódunk, hogy én úgyse vagyok képes, meg én elesek, meg én nem vagyok jó, és csalódunk saját magunkban, vagy kiben csalódunk mi igazából? Akkor azt mondja Krisztus, hogy így imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited idővel megtérvén, a te atyád fiét erősítse. Tehát azért Krisztus gondoskodik olyankor is, hiszen tudja, hogy az az ember szereti őt, csak nem ismeri saját magát. Tehát ez a mi bajunk, hogy mi saját magunkat nem ismerő emberek vagyunk. Azt meg, hogy Krisztus jobban ismer bennünket, azt meg valahogy nehezen akarjuk elfogadni. Pedig tényleg jobban ismer bennünket. Azt mondja Istenről, hogy nála megbocsátás azt jelenti, hogy nem bűneink szerint cselekszik velem. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten haragszik, nem haragszik. De döntően a megbocsátás azt jelenti, hogy ő a maga részéről felállítja velünk a kapcsolatot, és nem fizet a bűnünk szerint. Tehát ha nekem van egy ellenségem, akkor én nem fizetek neki bűnt. Én maximális jó akarat, ha vagyok kész, ezt jelenti a megbocsátás.
teljesen önzetlenül teszek éppen a szívedet, de nem jelenti azt, hogy ha szívből bocsánatot nem, szóval ha nem látok egy életváltozást, akkor én nekem bizalmat kell adni. Tehát én a magamban rendezem azt, hogy én soha nem adom vissza, én magamban rendezem azt, hogy szálltom őt, magamban rendezem azt, hogy mindent megtennék érte, hogy segítsen rajtam, de viszont nem azt jelenti, hogy hát ha megbocsátottam, akkor én bizalmat feltétlenül helyreállítom, már nem nincsen alapja az ügyben. Ugye azt mondja a hegyi beszédben is, hogy jól tevő a hálázatlanokkal és a gonoszokkal. És ezután mondja Jézus nekünk az, hogy mi is legyünk irgalmasok, ahogy a mennyei atyánk irgalmas. Tehát az irgalmasságot pont ezután mondja Jézus. Hogy Máténál, hogy legyetek tökéletesek éppen ebben a vonatkozásban. Látjátok, hogy a péteri példából szeretnénk, hogyha elkerülhető lenne ez, hogy, ne kelljen elesnünk. Ne kelljen ilyen saját beleeresztett élethelyzetből a saját hibánkat meglátni. Na de melyik a jobb? Azt kérdezek valamit, melyik a jobb? Az, hogyha mindig jó körülmények vesznek körül. Senki semmit nem tesz olyat körülöttünk, hogy a mi saját hibáink felszínre jöjjenek, és olyan békés életet élhetünk. Vagy pedig, hogyha belekerülünk nehéz élethelyzetekbe, és kiderülnek, hogy milyen hiba lakik bennünk. Melyik a jobb? Miért? Jó a válasz, de miért? Ilyen egyszerű. Hogy mutasson rá az Isten a hibánkra, hogyha a szavának nem hisszük el? Akkor élethelyzet kell hozzá. Tudjátok, azt mondja Malakiás könyve, hogy ő, Krisztus, olyan számunkra, mint az ötvösnek tűze, mint a ruhamosóknak rúgja. A bűneinkre nézve. Tudjátok, hogy milyen a... Ezt lehet, hogy néhányan hallottátok, mert én is régebben ezt a példát láttam, átéltem, és ezt továbbadom is nektek, mert nagyon szemléletes. Tehát mi az, hogy az ötvös tüze? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, szól Krisztus a mostani mi kereszténységünknek. Ezt vegyed tőlem. Ugyanez a malakiási párhuzam. Malakiás könyve, Laodicei levél szép párhuzamban van. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Olyan ő, mint az ötvös tüze. Olyan ő, mint az ezüst tisztogató. Aztán fényessé teszi őket. Egyszer csak egy ilyen tojás nagyságú fekete követ egy csoport vezető behozott egy ilyen bibliai beszélgetésre, és kérdezte, hogy mi ez. És mondtuk, hogy ez egy kő. Mondta, hogy igen, ez kő, de milyen kő? És hát nem tudtuk, milyen kő, mondta, hogy ez arany. Na, ez nem látszott rajta, mert fekete volt. Ilyen matt fekete. Tehát olyasmi, mint ez a mikrofon vég. Ilyen kis rapcsos. És azt mondja, hogy ez egy olyan arany, ami egy nyers aranytömböt beleraknak a tűzbe, és amikor a felszínről a salak, de még nem hagyják, hogy leégjen róla, időbe kiveszik, akkor tulajdonképpen a salakanyag belülről a felszínre jön. Csak megállította a folyamatot az ötvös, és ez a kő így eljött a testvérünknek a kezébe, és megkérdezte tőlünk, hogy mi ez. Azt mondta, ez arany. Ez egy olyan arany, aminek a belseje már tiszta. Mert kijött a felszínre az a hiba, ami benne volt. Nem tudom, érthető a példa? Hogy ezért kell, hogy beleeresszen bennünket Krisztus, de csak azt tudja beleengedni, aki vágyik szabadulni. Aki nem vágyik és nem viselné el ezeket a helyzeteket, marad a salak bent. De aki vágyik szabadulni, az lehet, hogy beleereszti a tűzbe, és ezért mondja azt a Laodicei levélben, hogy védj tőlem tűzben megpróbált, hogy kérjük ezt, kérjük, mert szükségünk van rá, hogy tisztítson meg. Beleenged minket nehéz helyzetbe, és lehet, hogy felszínre jön belülünk valami hiba. Indulatosak leszünk, elkövetünk valami rosszat, valami nagyon helytelent vagy csúnyát, és olyat, amire rájövünk, hogy ezt nagyon kár volt, ilyen vagyok. És akkor valaki elkezd haragudni, hogy ha te ezt nem mondtad volna, ha az a körülmény nincsen, ha ez nem így történt volna, akkor én se lennék ilyen rossz. Ugye kb. Ez szokott végeredményként kijönni. Hogy mindenki tehet róla, hogy én ilyen rossz vagyok. Nem, semmi más nem történt, csak a körülmények felszínre hozták azt a hibát, ami mindenképpen bennem van. Most akkor én a körülményekre haragszok, vagy a másik emberre haragszok, aki által egy hiba felszínre jön,
Vagy pedig megértettem valamit, hogy én az Isten kezében vagyok, kértem tőle a tűzben megpróbált aranyat, és ő beleengedett engem egy olyan helyzetbe, ahol felszínre hozott egy hibámat. Amit, ahogy Péter nem látta magánál, én sem láttam magamnál. De utána rendezhetővé teszi azt a hibát, mert tudom, hogy mitől kell szabadulnom, és miből kell változnom. Tudom. Nem tudja Krisztus elvenni tőlem azt a hibát, amiről nem akarok tudomást venni. Amivel szembesülök, és szabadulni akarok tőle, azt elveszi. Igen, és majd mindjárt akkor folytatjuk, amire tessék. Nagyon idevágó gondolat, és Ellen White-nál olvastam, hogy azt mondja, hogy a jelenünknek a jelenünknek, hogy hitünk, az nem, de az közel sem annyira a szellemi vagy intellektuális képességekkel múlik, hanem az igaz élet utáni vágyunk az őszintességét. Így van. És hogy már, hogyha vágyunk rá, akkor képesek leszünk arra, hogy akár még kérjük is az Isten arra, hogy Zsoltás, hogy titkos bűnöktől szabadíts meg engem, hogyha erre nem vágyunk, az igaz életre, akkor nem tudunk akarni szembesülni a saját hibáinkkal és bűnénkkel, hanem akkor majd eltosoljuk meg a szőnyeg alá sem felé. Tehát itt szóval nagy kérdés, hogy akarunk igaz életet élni, vagy nem akarunk, hogy nagyon. Igen, így van. Nem tudom, látjátok-e magatokba azt a magatok, hogy szemetek előtt van az a folyamat, hogy a zsidóknak hogy volt ez a bűnrendezési rendszere? A bűnrendezése hogy ment végbe? Nem volt bonyolult, de egy fontos szemléltetést tartalmazott, azt a szemléltetést, hogy az én elkövetem a bűnt, szeretnék szabadulni, a bűnöm előttem forog, a törvény rámutat, de a törvény egy valamire képes engem halálra ítélni. Nekem szükségem van egy szabadítóra. Tehát megyek arra a helyre, ahol rendezni lehet, ugye oda viszem a templom udvarának az elején lévő oltárhoz, oda helyezem, maradok a legegyszerűbb jelképnél, a báránynál, azt az ártatlan bárányt, amire ugye Keresztelő János mondta azt Krisztus fellépésekor, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugye erre mutatott, erre az áldozati bárányra Keresztelő János. Akkor én megvallom, ahogy ráteszem a fejére a kezemet, ahogy Nóri is mondta, hogy ráteszem a kezemet a fejére, és megvallom az én bűnömet. Tehát egy áthárítás jelképes, nyilván jelképes. Áthárítás megy végbe, de szemlélnem kell, hogy a saját kezemmel ölöm meg azt az ártatlan bárányt. Tehát egy nagyon megrázó esemény, mert azzal szembesülök, hogy az én bűnöm egy ártatlan bárány életét oltja ki. A folyamatnak van folytatása. Melyikőtök ismeri a folytatást? A pap felfog a vérből, és a vérbe megy a templom belsejébe, jelképes továbbra is. Tehát azt érezteti, hogy az én bűnöm lekerül rólam, és azt mutatja, azt szimbolizálja, hogy közelebb kerül az Isten szín elé. És amikor eljön ez a nagy engesztelési nap, amiről azt olvastuk a Bibliában, hogy ünnepek ünnepe, akkor minden odahárított bűnt, minden ember minden odahárított bűnét egy összegben az Azázel bakjára a főpap ráhelyezi, és utána az arra való emberrel elküldik a pusztába. Tehát visszahárul minden bűn Sátánra, a felbújtóra. De csak azok a bűnök hárulnak vissza, amik már nem engem terhelnek. Amiket a Krisztus vére által, és itt a zsidókhoz írt levél, most egy kicsit a Biblia mélységébe kalózollak benneteket egy finom részlet erejéig. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. verse azt mondja, hogy nekünk bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Talányos a gondolat. Hol van a szentély most? Van földön szentély? Földön nincs már. Ott háború folyik jelen pillanatban. A mennyben van szentély? Sokan ezt tagadják. Erre fontos meggyőződni a Biblia alapján, mert sokan tagadják ezt. Tehát a földi a mennyei mintájára kellett, hogy készüljön. Mindent a mennyei mintára készíts. Mert ahogy a hegyen mutatatott néked, ugye mondta Mózesnek. És azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál, mint egy az ószövetségi párhuzamot felhasználva, a 9. fejezet elmondja a zsidókhoz írt levélben, hogy az ószövetségi berendezési tárgyak, meg az ott folyó szolgálatok jelképezték a valóságot. Mi most a valóságban élünk. De a szimbólumok, az ószövetségi képek, azok segítenek megérteni a valóságot. Ezért van értelme úgy időzni nála, foglalkozni vele, gondolkozni a részletekről,
felfedezhetitek magatoknak, fontos. És a legfontosabb személyes része ez, hogy azt mondja itt Pál a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. versében, hogy Krisztusnak a vére által nekünk bizodalmunk van a mennyei szentek szentjébe való bemenetelre. Hát mit lehet oda, hogy lehet oda bemenni? Miként? A vér útján mi megy be a szentek szentjébe? Mi ment be az ószövetségi sátorszolgálatnál? Mi jutott be az ember életéből a mennye, a földi szentébe? A bűn. A megvallott bűn, amitől szabadulni akarok, az oda jutott. És mikor fejezheti be Krisztus ezt a szolgálatot? Mikor jöhet el? Mikor fogja a mennyeit befejezni? Figyeljétek meg ezt az egyensúlyt. Tehát Krisztus olyan ránk nézve, vagy tehát a segítségünkre nézve, mint egy ötvös. Ő szeretne minden bűnt felszínre hozni, hogy lássuk meg, hogy miből akarjunk szabadulni. Ha akarunk, akkor ezt meg is mutatja. Ha kérjük, megmutatja. Ha kell, szemeivel tanácsol. Ha szükségünk van rá, akkor élethelyzeteket ad. Csak jöjjön felszínre, amitől szabadulni kívánunk, és ő megadja. Ha megvalljuk, ha ráhárítjuk Krisztusra, az ő vére által van bizodalmunk bemenet erre a mennyei szentek szentjébe. És amikor késztetve vagyunk arra, hogy szeretnék minden bűntől szabadulni, két dolog motiválhat egy embert. Egyik az, hogy értékelem az értem hozott áldozatát Krisztusnak. A másik pedig egy nagyon érdekes motiváció, ezt én is úgy értettem meg, még az advent mozgalom egyik nagy elődjeitől, ugye a 88-as üzenet hírnökeitől, azt fogalmazták meg, hogy Kriszt az ítéletben kik a szereplők? Kik vannak jelen az ítéletben? Most a valóságos ítéletben. Kik a szereplői ennek az ítéletnek? Ott van Krisztus, ő mint kicsoda. Ugye? Ki van még ott? Igen? Tessék? Hát vannak az el nem bukott lények, akik szemlélői ennek a jelenetnek. Igen, ők is, igen, akik szintén megváltottak, a vének. Mi? És még? Sátán. Fontos szereplő? Olyan értelemben, igen. Viszont a vágyai. Én is erre szerettem volna, hogy ő úgy nincs ott, mint a mennyben, de a vágyai itt a földön jelen vannak, és ismerjük a vágyait. Mik az ő vágyai? Jézus számára mi volt Sátánnak a vágya, amikor Jézus itt volt a földön? Ez bűnösöket fogad magához, velük együtt teszik és iszik. Az örök életre nézve milyen vádat fogalmazhatna meg Sátán? Ez bűnösöket akar üdvözíteni. Ez egy igazságtalan dolog. Ezt a bűnt elköveti. Örök élettel akarod megajándékozni. Nevetséges. Miféle örök élet az, ahova átmentik a bűnt? Nincs értelme. Sátán vágyai igazak-e ránk nézve? Ezt követted el, ezt tetted. Igazak? Szeretnétek, hogy ne legyenek igazak? Vágytok rá, hogy Sátán vágyai ne legyenek igazak? Ezt szeretnétek? Hát éppen ezt szeretném kérdezni, hogy mikor válik a sátáni vád igaztalanná? Egyetlen egy esetben. Igen. Hogyha engedem, hogy minden bűntől Krisztus megszabadítson, akkor sátán vádol, és Krisztus azt mondja, hogy már nem az. Már nem olyan. Engedte magát megtisztítani. Minden bűntől megtisztult előttem. Minden bűntől megtisztult. Na most ez a két motiváció, nincs több motiváció. Tehát nincs több motiváció arra, hogy mi akarjunk, vágyjunk megtisztulni. Krisztus kereszt áldozatának az értékelése, és az ítéletnek ez a jelenete, hogyha ezt végig gondoljuk, ez is egy motiváció. Hogy voltatok már olyan helyzetben, nyilván az osztály
közösségben mindig van ilyen, hogy ki követte el ezt. Mert hogyha nem jelentkezik, akkor az egész osztályt büntetjük. Ugye vannak ilyen tanári jelenségek. Nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben. Biztos. Na most mi szeretnénk, hogyha miattunk azt, akit szeretünk, nem érné vád. Szeretjük Krisztust? Miattunk őt vádolja itt a földön, tehát elhangoznak a sátáni vádok. Ne legyenek igazak a sátáni vádok. És ezt ezzel tudjuk, mondom, csak elérni. Gondoljuk végig, hogyha engedjük magunkat minden bűntől megtisztítani. Tessék. Talán összefoglaló megfogalmazás, hogy Istennek a megbocsátása az nem a bűnnel való megalkulás volt, azt az ítélet pedig az, hogy összesség tudja bemutatni azokat, akiknek megbocsátott. Hát hogy érdekel, még egyszer elmondom, tehát Sátán látolja, hogy az Isten könnyedén adja nekünk a megbocsátásokat, mindenkinek megbocsátott szívül ezt, és amúgy ez a minden való megalkulás. De ha az ítéletben Isten győztesként tudja bemutatni, megtisztítottan tudja bemutatni azokat, akiknek ő x-szer bocsánatot adott, ez Sátán vágyait megsemmisíti. És az ítéletben, úgy mondjam, Istennek magát kell igazolni, hogy ez a kegyelem, amit emberekkel gyakorol, az nem megalkulás a bűnnel, és nem szokja a bűntörők életükét tenni és a bűntelen világba beengedni, hanem megmutatja azt, hogy azok az emberek szív szerint igazán lettek, azok az emberek győztesek lettek, az ő küzdelme nem volt kiválóvaló. Szóval mondhatnánk azt, hogy ha szeretnénk, hogy az Isten igazsága győzön az ítéletben, akkor ez úgy győz, hogy a rajtunk is bemutathatja, hogy végül győzünk mi pártunk. Igen, talán egy gondolat, igen. Van mit kutatnotok egyébként, ez egy nehéz téma, de ha belefogtok, akkor gyönyörűségesen szép, és a legidőszerűbb. Tehát, hogy a Biblia azt akarja tanítani, hogy a történelem végén egy különös evangéliumnak lehetünk, nem csak a hirdetői, hanem a részesei is, de a részesei és a hirdetői is, nem csak az egyes bűnök feletti bocsánat evangéliuma, hanem a minden bűntől való szabadulás evangéliuma bízatik ránk. És ezt gondoljátok tovább, nagyon sok szép részlete van a Bibliában, ennek talán egy szót még hadd emeljek ki, fehér ruha. Gondolkoztam erről is, hogy innen kezdeném a beszélgetést, nagyon sok szó esik a fehér ruháról, mind a példázatokban, mind jelenések könyvében. Ugyanezt ábrázolja, amiről mi most itt beszélgettünk. Például ha azt mondanám, hogy adok nektek egy házi feladatot, lapozzátok fel a Bibliát, keressétek meg, hogy hol van szó a fehér ruháról, vagy mennyegzői ruha, vagy gyolcs, fehér gyolcs, ugye ezek ugyanazok a kifejezések, és ezeket a részeket olvassátok el, vessétek össze, alkossatok magatoknak egy nagyon szép kutatási területet, és fedezzétek fel, és gyönyörű összefüggésbe rakható. Ugyanerről szól, és erről most nem beszéltünk. Tehát van még mit kutatni, felfedezni, részleteket tovább kibontani, és például ez az egyik nagy terület, a fehér ruha. És még egy gondolat, mi magunkért aggódunk jobban, hogy jaj, mi lesz velünk, és mi lesz az örök életünkkel. Vagy azért aggódunk, amit éppen Zsuzsika föl is vetettél, hogy mi lesz Krisztus trónjának, ítéletének a tisztaságával. Figyeljetek meg, hogy egy picit az önző, meg az önzetlen motiváció területe ez. Sokszor önzők vagyunk, mert csak a magunk üdvösségére aggódunk. De vajon a megváltónk trónjának, az ő ítéletének a tisztaságáért, az ő dicsőségéért aggódunk-e? Nem tudom, tudjátok ezeket a szavakat egy kicsit tartalommal megtölteni, vagy csak olyan kegyes szavaknak hangoznak ezek? Tehát, hogy tudunk-e a másikért aggódni, hogy mi lesz veled?
miattam. Magunknak örök életet úgyse tudunk adni. Azt megtisztáztuk, hogy van, aki jobban akar nekem örök életet adni, mint én magamnak. Tehát itt a kérdés letisztult, ha letisztult. De aki nekem örök életet akar adni, én aggódok-e azért, hogy az ő ítélete, az ő trónjának a szentsége tisztán álljon, és miattam őt vád ne érje. Ez egy nagyon szép motiváció, ha végig gondoljátok. Hát köszönöm a figyelmeteket, ha van még kérdésetek, akkor nyugodtan föltehetitek, vagy gondolatotok, de tovább húzni én az időt magam részéről nem akarnám. Tessék. Hát kicsit, ha úgy gondoljuk, hogy az egész eljárásod, hogy lesz az ebben a kérdésben igazából mondjuk, akkor csak látszottan az egész, de végül gondoljunk vele, hogy az Isten megváltási terve lehetetlen tolt meg. Igen. Mert aki egyszer bűnnel fertőzött, annak egyítélete van a halál. És hogy az Isten bűnnel való megalkovás nélkül mégis megmentse bűnösöket, ez egy olyan feladvány, amit egyedül az Istennek a bölcsesség és a szeretetnek megoldani. És végül is erről, és ezért mondhatta Dávid, hogy itt érdemes utatni, mert gyönyörűséges utat elmegyünk, hogy az Isten hogy tud egy ilyen lehetetlen feladatot megoldani. Hogy minden nem alkozik meg, minden lesz örök életűvé, és mégis megment olyan bűnösöket, akik minden fertőzöttek, és akiknek a halálnak az Isten. Pont én is a lehetetlen szót kerestem ki, csak már nem akartam felolvasni, de most mégiscsak ez más összefüggésben van, csak ez ilyen vigasztaló gondolat, hogy sokszor az emberek azt szokták mondani, hogy hát hold biztos. Tehát a halált nevezik általában az emberek biztosnak. Péter apostol a prédikációjában pedig a halált nem nevezi biztosnak, hanem azt mondja éppen Krisztusról, hogy akit az Isten föltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Az az ember, aki a bűntől való szabadulás és a Krisztusban való őszinte hit reménységében aludt el, halt meg, annak az embernek lehetetlen halottnak maradnia. Ez egy nagyon szép szó talán ide. Tehát több, mint az, hogy föl fog támadni. Lehetetlen, hogy halálba maradjon. Az lehetetlen. Nem lehet, hogy halálba maradjon az, aki bűntől szabadulni vágyó emberként halt meg. És aki engedte a tisztítási munkát az Isten részéről. Édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy egy olyan Istenünk vagy, és a mi megváltónk, Krisztus, aki eljött a mi földünkre, emberré lett azért, hogy a mi megváltónk legyen. Köszönjük, hogy egy olyan valóban lehetetlent vállalt magára, szinte reménytelennek látszott, hogy bennünket kiemeljen, meggyógyítson, annak a bűnnek a fogságából, amit sajnos mi sokszor szeretünk. De vágyunk arra, jó Istenünk, hogy ne a bűn szeretete, hanem az igazság szeretete, a te jellemed szépségének a szeretete tudjon formálódni bennünk. Teremtő, újjáteremtő munkára, a te lelked bennünk lakozására van szükségünk. Arra, hogy valóban mi az életünk odaszánásával fejezzük ki ezt előtted. Jó Istenünk, köszönjük, hogy ezt a munkát te még tartod, te még végzed.
de szeretnénk azt is, hogyha éppen nem ránk kellene várnod, hogy miattunk hosszabbítod meg a történelmet, mert mi még nem engedtük magunkat megtisztítani, jobbá tenni. Jó Istenünk, köszönjük, hogy olyan nagyon szép és magas célt társz elénk, add, hogy ne tartsuk ezt lehetetlennek, hanem örömtelinek, kiváltságosnak, hiszen ennek a történelmnek a végén, amikor minden tönkre megy, mi szeretnénk meggyógyulni minden bűntől az Úr Jézus nevében. Amen.